Köszöntöm a Városi Televízió nézőit, Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látják 2020. augusztus 13-án csütörtökön. A pontos idő 19 óra. Kérem, tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Újra tárgyalják a szórakozó helyek nyitvatartását. Kultúrpiknik a hosszú hétvégén. Horgász és darts versenyek a közeljövőben. A számos beérkezett panasz miatt a képviselőtestület arra a döntésre jutott, hogy korlátozniuk kell a szórakozó helyek éjszakai nyitvatartását. Ezzel kapcsolatban született döntés a legutóbbi ülésen, amelyen a hajnali 3 órát szavazták meg. Ezt követően számos kritika érkezett a testület és polgármester úr felé. Herceg Zsolt polgármester elmondta, az ügyet ismét a testület elé fogja terjeszteni az augusztus 27-én tartandó ülésen. Tisztelettel köszöntöm Önöket! A tegnapi napon a képviselőtestület rendkívüli ülésén tárgyalta a szórakozó helyek éjszakai nyitvatartásáról szóló rendeletét. A rendelet tervezet úgy szólt, hogy a képviselőtestület 4 órától rendeli el a szórakozó helyek bezárását. A vita során egy módosító javaslat született, a Tegyünk Együtt Közösségünkért Egyesület részéről 3 órát javasoltak, tehát hajnali 3 óráról van szó, amelyet a képviselőtestület többsége elfogadott. A tegnapi döntés óta számos jelzést kaptam, amely arra vonatkozott, hogy a képviselőtestület meggondolatlanul hozta meg a döntését, és számos kritikát is megfogalmaztak a részemre. A mai napon ezzel kapcsolatosan az az elképzelésem, az a szándékom, hogy a témát ismét a képviselőtestület elé fogom terjeszteni. Erre augusztus 27-én a képviselőtestület rendes ülésén kerülhet sor. Ezt megelőzően bizottsági ülések is vannak a mostani döntés előtt, hogy a bizottságok nem tárgyalták meg ezt a témát, és a szándékom az, hogy az érintett szórakozó helyek tulajdonosait is ezekre a megbeszélésekre, tehát mind a bizottsági ülésekre, mind a képviselőtestületi ülésre meg szeretném hívni, és a célom az az, hogy valóban egy olyan döntés szülessen, amely megalapozott, és mindenki részéről elfogadható. Szeretném hangsúlyozni mindannyiuk számára, hogy a rendelettervezet azért került a képviselőtestület elé, mert a számos megfogalmazott kritika alapján erre mindenképpen szükség volt. A célunk nem az, hogy a kulturáltan szórakozó és kulturáltan viselkedő fiatalok ellen hozzunk döntést, hanem igyekezzünk a város rendjét és az éjszaka folyamán a csendjét biztosítani. Amit még fontosnak tartok a témával kapcsolatosan elmondani, az az, hogy a rendelet a kihirdetését követően 15 nap múlva lép hatályba. A szándékom az ezzel kapcsolatosan, hogy úgy fogjuk kihirdetni, hogy 27-ig ne lépjen hatályba, addig a mostani megszokott nyitvatartási rend szerint üzemelhetnek a szórakozó helyek. Köszönöm, hogy meghallgattak. Miután a kormány döntése alapján le kellett mondaniuk a szervezőknek az Artúr Fesztiválról, valamint a Túri Vásárról, arra az elhatározásra jutottak, hogy a város mégsem maradhat program nélkül a hosszú hétvégén. Augusztus 20-ától 24-ig várják a látogatókat, kicsiket és nagyokat a Kultúrpiknik elnevezésű 4 napos rendezvényükre. A program részleteiről Bodor Mártát, művelődés szervezőt kérdeztük. A közelmúltban jelentette be a kormány, hogy a korlátozások továbbra is érvényben maradnak, amely természetesen a rendezvényekre is vonatkozik. Mit tudhatunk arról, hogy a mezőtúron hogyan fognak alakulni a rendezvények a közeljövőben?
Így van, Magyarország kormányának rendelete alapján át kellett szerveznünk a mindennapjainkat. Így ugye a túrivásárt augusztus 23-án szerettük volna megtartani, de ez így a rendelet alapján nem lehetséges. Így és az Artúr Fesztivál is meghiúsult. Viszont szerettük volna, hogy a hosszú hétvégén ne legyenek a mezőtúriak program nélkül, így Mezőtúrváros önkormányzatával közösen arra gondoltunk, hogy természetesen az intézkedéseket betartva, a jogszabálynak megfelelően megtartunk kisebb eseményeket. Így augusztus 20-án kezdődik majd a hosszú hétvége programjai, amely a Kultúrpiknik nevet kapta. Augusztus 20-án már szokásosnak mondható, hogy a Városi Galériában a mezőtúri képzőművészeti alkotótelep záró kiállítása fog megnyílni. Ez 15 óra 30 perckor, külön Mégis Együtt címmel. Majd a Túrifazekas Múzeum udvarába megyünk át, ahol a városi ünnepség veszi kezdetét a Mongol Agrár ZRT népdalkörével és a Mezőtúri Szépkorúak Hagyományőrző Klubjával. 18 órakor pedig egy zenés irodalmi előadást tekinthetnek majd meg, természetesen az ünnepi program körben, Rátekint árva világod címmel, ahol a Békés Csabai Jókai Színház színészei és táncosai fognak majd érkezni hozzánk. A programsorozat folytatódni fog majd a péntek, szombat, vasárnapi napokon is, amikor a Túrifazekas Múzeum udvarában a Vonalak, Fonalak című kiállítás megnyitójával veszi kezdetét a nap. 16 órakor, 17 órától a gyermekeket várjuk a múzeum udvarban. Azt láttuk az elmúlt években, hogy nagyon közkedvelt ez a terület, hiszen a gyerekek szabadon az udvarban szaladgálhatnak és játszhatnak. Így a Mosolyudvar Népi Játszóház hozza el a játékait, valamint érkezik hozzánk Herbály András egy bűvésshow-val, és Molnár Orsi zenés műsora gyerekeknek veszi majd kezdetét. 20 órakor pedig a Cimbali Band zenekar fogja zárni ezt a napot. Közben pedig a Közösségi Házban Derzsi György Lehár estje, egy zenés monodráma veszi kezdetét 17 órakor a nagyteremben. Szombaton is több helyszínre tudnak kilátogatni az érdeklődők, hiszen természetesen nem csak mezőtúriakat várunk, hanem a térségben élőket is. A római katolikus templomban Takács Nikolasz érkezik hozzánk. 16 órakor és 17 órakor a Vivace Kamara kórus tartja meg a szokásos hangversenyét. A belvárosi református templom fog majd helyet adni a Dalvar Ezső együttes hangversenyére, ők is már szokásos módon minden évben fellépnek nálunk, természetesen ebből a sorozatból sem szerettük volna őket kihagyni, ők 18.30-kor érkeznek a templomba. A Túrifazekas Múzeum udvara is várja ezúttal is az érdeklődőket, ahova 19 órakor a mezőtúri kisviki és kísérete Csezsolt fog egy akusztikus koncertet adni, majd 21 órakor a Dos Diabolos formáció lép színpadra, akiket a név a Gangsta Zolit és Takács Vilkó takarja, ők is egy akusztikus duóval lépnek fel, többnyire blúzokat hallhatunk tőlük, és az este folyamán az estét majd DJ Soli fogja zárni, ő majd egy kis talpalávalót húz itt a Túrifazekas Múzeumban. Másnap, augusztus 23-án, ugye ekkor lett volna a túrivásár, amely is a nagy bánatunkra elmaradt, hiszen most mindenki várta, hogy a túrivásár az új helyszínen kerül megrendezésre. De szerettük volna ezt a napot is valamilyen szinten pótolni. Így a Túrifazekas Múzeum lesz a helyszíne a Kézművesek a Közösségért, Közösség a Kézművesekért című programnak, amely a Mesterségek teréhez hasonlóan különböző népművészek fognak majd érkezni, és bemutatják azokat a mesterségeket, amelyeket ők ápolnak a mai napig. Közben népi játszóház lesz itt a múzeumban körhintával. 10 órakor a Vidám Manók gyermekzenekar koncertje fogja a kicsiket szórakoztatni, és 13 óra után pedig egy kisebb zenei csemmegét tartogatunk az érdeklődők számára. A mezőtúri mazsore csoport fogja megnyitni a délutánt, 13.30-kor Oswald Marika, 14 óra 15 perckor Grácia Hegedű trió, 15 órakor Gergely Róbert lép színpadra, és 16 órakor a Derzsi zenekar fogja zárni a azt lehet mondani, a 4 napos programsorozatot. Nagyon fontos kiemelni, hogy a rendezvények ingyenesek, viszont a kollégáimmal karszalagot fogunk osztani a bejáratnál, hiszen ezzel tudjuk számolni a bent lévőket, semmiképp nem szeretnénk, hogy ebből bármilyen nemű probléma legyen. Fontos
figyelemmel kísérni ezt, hiszen nem csak ugye a látogatók, hanem mi szervezők is beleszámolunk, illetve a hangtechnikus kollégák is az 500 főbe, tehát erre azért nagyon nagy hangsúlyt fogunk fektetni. Ez érvényes lesz a belvárosi református templomra is. A katolikus templomba, illetve a közösségi házba úgy eleve nincsen ekkora befogadóképesség, ott nem fogunk karszalagozni. Mit tudhatunk a program sorozat támogatóiról? Természetesen fő támogatunk Mezőtúrváros önkormányzata, de köszönjük a Gál Ferenc Egyetemnek is a támogatását, hiszen ők is egy projekt keretén belül tudják támogatni eseményünket, valamint köszönjük az intézménnyel látó KFT-nek is a munkáját, hiszen nélkülük egy programunk sem valósulhat meg, illetve ugye a szervező a Mezőtúri Közművelődési és Sport KFT, ahol azt lehet mondani, hogy minden kollega kiveszi a részét a munkából. A karszalagon kívül a programsorozaton lesz-e más óvintézkedés, amelyet majd be kell tartaniuk a látogatóknak, gondolok itt például a maszkokra. A maszk használata nem kötelező ajánlás, illetve a 1,5 méter betartása is. Természetesen mindenkit megkérünk arra, hogy ne itt Mezőtúron alakuljon ki gócpont, így a koronavírus kapcsán, hogy azért, hogyha valaki úgy érzi, hogy az egészsége nem megfelelő, akkor ez nem feltétlen kell, hogy közösségbe jöjjön. Ugye várunk mi mindenkit szeretettel, de nagyon szeretnénk arra mások egészségére figyelni, illetve a magunk egészségére. Úgyhogy figyelni fogunk természetesen, és megtesszük az intézkedést, hogyha a helyzet úgy hozza. A Mezőtúri Horgász Egyesület minden évben számos horgászversenyt rendez, ezt az idén sem teszik másként. Veres Imre, az Egyesület versenyszervezője elmondta, milyen versenyekkel várják a közeljövőben a horgászokat, valamint arról is beszámol a televízióknak, milyen további sportprogramon van lehetőségük szerepelni az érdeklődőknek. Milyen versenyek várhatóak a közeljövőben? Lesz még a Mezőtúri Horgász Egyesület szervezésében a szponzorok jóvoltából, el kell, hogy mondjam, egy gyerekverseny még a szünidőbe, és az augusztus 23-án lesz, ugye a Túri Vásárt, ahogy eltörölték, mi azonnal léptünk, és a Túri Vásár helyére augusztus 23-ára raktunk egy gyerekversenyt. Erre a versenyre lehet még jelentkezni a gyerekeknek, várom a nevezéseket, körülbelül még egy olyan 5-6-7 gyerek befér a versenyre, úgyhogy nevezzetek gyerekek, nevezés az nincsen, viszont díjazás nagyon-nagyon sok lesz a szponzoroknak köszönhetően. Milyen további programok lesznek még? Lesz még horgászverseny a Mezőtúri Horgász Egyesület szervezésében. Ugye elvesztettük egyik barátunkat tavaly, a Fagyas Antit, és annak lesz egy emlékversenye a Túrtőn, az akácosi részen. Ugye ez a verseny betelt, és ez a verseny 24 órás, és vegyes halfogó verseny lesz. Ezen a részen, az akácos részen egyszer volt még csak ilyen vegyes halfogó 24 órás verseny, ami nem kimondottan pontyfogó, úgyhogy a horgászok már nagyon várják, hogy milyen is lesz az eredmény, mert ez most teljesen vad és új pálya lesz mindenkinek. Minden évben már most azt hiszem a negyedik vagy ötödik évben 4 napos pontyfogó és amúrfogó horgászverseny szervez a Mezőtúri Horgász Egyesület. Ez most is megrendezésre kerül szeptember 10, 11, 12, 13-án. Ez a verseny is betelt, viszont ki lehet jönni megnézni, mert nagyon-nagyon sok halat fognak a horgászok. El lehet lesni apróbb technikákat a versenyzőktől, hogy fogják a szép nagy halakat. Úgyhogy ez a harcsás holtágon lesz megszervezve, laposágon, mélyágon. Ugye nagyon sok, azt hiszem 27 csapat jelentkezett erre a versenyre, ez nagyjából be is telt. Ha jól tudom, akkor lesz darts is, darts programotok a közeljövőben, erről mit tudhatunk? Egy nagyon különleges darts versenyt fogunk szervezni Mezőtúron, ez ugye a Tel Vilmos darts klub szervezésében, természetesen ez a Tel Vilmosban lesz megszervezve, gyerek darts verseny lesz. Nagyon várjuk a gyerekeket, aki már legalább egyszer-kétszer dartsozott, nyugodtan jelentkezzen. Mezőtúron nincsen versenyző darts gyermek, úgyhogy ez a későbbiekben még javulhat ez a tendencia. Úgyhogy felnőtt darts csapatunk ugye van, mi elég sokat dartsozunk a haverokkal, meg ugye a darts klubbal,
úgyhogy várjuk a gyerekeket, akik esetleg már dárcoztak, egész nyugodtan lehet jönni. Ez augusztus 22-én délután lesz a Teál Vilmosba, úgyhogy tegnap jöttek meg éppen a nyeremények erre a versenyre, megjött a kupa is, és megjött a dásznyíl is, két dásznyíl lesz a fődíj erre a versenyre. Természetesen még más is kapnak majd a gyerekek, de hát ezt majd nem árulom el. Egész nyugodtan lehet jönni, és parafa táblára dobunk, szóval fémhegyes dárc kell. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök a Túli Hírmondó című műsorunkat látták. Friss hírekkel majd holnap is várjuk Önöket. Addig is minden jót kívánok, a viszontlátásra!